széle itt a pára, beszívódás és a sérülések miatt, mert hogy ne költözzenek bele a bogarak, ezeket alumínium szegéllyel le is tettük. Vida Tamás, a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója éppen azt mutatja, milyen szempontokat vettek figyelembe az újonnan legyártott és kihelyezett esőbeálló tervezésénél. A buszmegállók környékére helyezik ki ezeket a szerkezeteket, hogy rossz idő esetén legyen hova behúzódniuk a buszra várakozóknak. Plusz 10 darabot rendeltek meg, aminek az első részlete az került telepítésre rövidesen. Tehát ebből, ha jól emlékszem, már hetet le is telepített a vállalkozó, és utána folytatjuk a következő 10 darabot, amit, ha jól tudom, május végéig szeretne is polgármester úr elhelyezni. Ennek a munkatársa, a Városüzemeltetési Irodának a munkatársai keresik a helyét. Az önkormányzat szakemberei az esőbeállók helyszínének kiválasztásánál elsősorban a forgalmat és az utazóközönség igényét veszik figyelembe. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere azt mondja, az utazóközönség komfortérzetét szerették volna növelni ezekkel az esőbeállókkal. Ennyi esőbeálló buszváros sehol nincs, mindemennyi Dombára nehéz közlekedés igényel. Nyilván ez egy elfogadott, kialakult forma, legtöbb helyen még pad sem került ez idáig kihelyezésre, ezt a hibát szeretnénk kijavítani. Nyilván nem minden esetben tudjuk oda tenni ezeket az esőbeállókat, ahol a legszimpatikusabb lenne, vagy az átlagember elvárná, hogy oda kerül, hiszen a föld alatt közművek húzódnak, amelyek a telepítésüket nagy mértékben befolyásolják. Összesen 20 esőbeállót gyártanak le május végéig. Azzal pedig, hogy Dombóvár Városüzemeltető Vállalata készíti el ezeket a szerkezeteket, jelentős összeget takarítanak meg. A piaci ár feléért mintegy 6 millió forintért jutnak így ezekhez hozzá.